Én azt gondolom, hogy mindig jó, hogyha a fiatalok szerepelnek az első csapatnál, szívják magukba azt a légkört, azt a tempót, amit a felnőtt csapat diktál. Remélem minél több játékidőt töltenek majd a pályán, és ezt utána a saját mérkőzéseiken tudják kamatoztatni. Nyilván egy olyan Buda Kalász érkezik Veszprémbe, aki nem a mérkőzés esélyese, de hát nyilván a bajnokság első osztályából szeretnének bennmaradni, és ők ezért fognak harcolni. Én azt gondolom, hogy ez a fiataloknak egy nagyon-nagyon jó lehetőség, és remélem mindegyik őjük nagyon sok időt fog a pályán tölteni, úgyhogy én bízom abban, hogy ez nagyon jól fogja szolgálni azt, hogy a gyerekek még jobban fejlődjenek, vagy még többet.